Mielőtt belekezdnénk, szeretném elmondani, hogy ez a játék nincs készen. Még csak készülőben van. Így ne is lepődjetek meg, ha néha találkoztok bugokkal. Meg azért se, hogy így néz ki. Ez egy béta. Hogy az a lényeg, hogy a játék mechanikák működnek. Na is, hogy ezt tisztáztuk, jöhet az intro! Five Horse on Copper 9, a Mulder Drones és FNAF fanjáték. Erre nem számítottál, igaz? Ez a játék, mint az eredeti FNAF játékok, a Click Teamben készültek. Így sajnos megkapta azt a rákfenét, hogy a gép vírusként érzékeli. De igazából nem kell aggódni, nem vírusos. Bár ha napokon belül Elon Muskos Bitcoin élőadás fog menni a csatornámon, na, akkor vírusos volt. Na, de akkor térjünk vissza a játékra. A játékot Oscar Hunt és Phil Morgan készítették. Maga a játék legfőbbképp az első FNAF játékot idézi. Azonban felelhetőek elemek a későbbi részekből is. Mint a maszk, a szellőzők, vagy a sokkoló. A hivatalos játékokkal szemben ez a játéknak a játék világában mindösszesen 5 óra telik el. Feladtunk ebbe az 5 órában túlélni. Azaz 3 óra, mivel ebbe a verzióban csak ennyit lehet játszani. A játék indításkor egy videó fogad minket, mi bemutatja az irodát és egy kis alapot ad a történethez is. Hogy mi munkás védőosztag tagjaként itt felüdeljük a dolgokat, rövidítve angolul WDF. Bár nem hiszem, hogy nagy történet lesz majd itt, legalábbis ha lesz, akkor nagyon eltér majd a sorozattól. Ezután meglátjuk a gombkiosztást. ID gombokkal zárhatjuk be az ajtókat, két oldalt, Q, W, E gombokkal világosíthatjuk be a két ajtót és a ventet, és a ZX gombokkal meg lehet sokkolni a két oldalt. Őszintén bevallva, ennek a sokkolónak én nem találtam meg az értelmét. Így én arra tudnék belegondolni, hogy még nincs funkciója. Azonban egy használata kb. 3% áramot veszel. Most beszéljünk a négy ellenséges karakterről. Kezdjük V-vel. V a legaktívabb karakter. Kint kezd, és az épület jobb oldalán járkál. A jobb folyosón támad. En szintén kint kezd, mint V, de vele szemben en az épület bal részét járja be, és balról támad. Uzi Edurától jelenik meg. Középről a ventből támad. Egyszerűen fel kell húzni a maszkot, és elmed. Azonban, ha nem vagyunk elég gyorsak, ránk ugor, mint Foxy a FNAF 2-ben. J2 órától aktív, és a takarítói szertából kezd.
Azonban nála nem tudtam megfejteni, hogy működik. Mert van valami fóxia FNAF 1-ben, és aztán hirtelen eltűnik. Így én ezt annak tudom be, hogy Jamie-k nincs befejezve. Miután elértük a három át, a készítők megköszönik, hogy játszottunk a játék bétájának demójával, és itt vége a játéknak. Na de, ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!